A Magyarország serdülő fedett pályás bajnokságán múlt héten magyar bajnoki címet szerzett Tóth Anna. Köszöntelek a stúdióban, és Tóth Anna edzője, Tigyi József, a Miskolci Városi Sportiskola szakosztályvezetője is elkísérte. Köszöntöm Önt is a stúdióban. Hát először is gratulálok a magyar bajnoki címhez. Köszönöm. Azt hiszem, hogy kezdjük azzal, hogy hogyan kezdődött a sportkarriered. Szóval nálam ez a sportkarrier úgy körülbelül 8 éve kezdődött, általános iskolás koromban. Először grumbirkóztam, majd florbaloztam, utána kipróbáltam magam atlétikába, és úgy körülbelül negyedikes korom után ez lett a központ minden. Hát, hogy ez lett a fő. Akkor gyorsan kiderült. Igen. Ugye, tehát itt Kazincbarcikán kezdődött a sportkarrier, aztán nem sokkal ki, magasugrásban is jeleskedtél, azt olvastam. Igen. És végül is átirányítottak téged Miskolcra, így kerültél József szárnyai alá, úgymond. Igen. József, mikor történt ez a közös együttműködés, mikor indult? Annak idején, egy 3-4 évvel ezelőtt, amikor még Anna gyerekválogatott volt, már akkor is láttam őt, a edzője, nevelője edzője, Tóthné Szepes Éva, gyakran behozta őt még a Diósgyőri stadionba, és akkor utána merült fel az a gondolat, hogy mivel Miskolcon egy kicsit jobbak a létesítmény feltételek, ezért Annát szívesen hozzánk irányítanák. És ez mikor történt? Ez 3 évvel ezelőtt? Két évvel ezelőtt, igen, összemosódik ez a dolog, és 2 éve dolgozunk együtt. Sokoldalú képzést szeretünk folytatni, főleg ilyen fiatalkorban, úgyhogy bár Annus magasugróként került hozzánk, de nyilván megtanítottuk gátat futni, távolt ugrani. Hát igen, jól megtanították. Igen, és ez is bizonyítja, hogy milyen sokoldalú, ugye, hogy végül is gátfutásban ért föl. Tehát akkor most már a gátfutás az erősség? Most ebből kiderülhet-e? Csak kérdezem Józsefet is, hogy Ön hogy látja? Igen, hát egy magyar bajnoknak lenni egy komoly mezőnyben, ugye 35 induló volt, az azt mutatja, hogy most ez a fő csapásvonal. A csoporttársaik között is korosztályos válogatott gátfutók vannak, tehát igazából házon belül is tud kitől tanulni. Egy kicsit még azért kanyarodjunk vissza itt a kazincbarcikai évekhez, hiszen ugye gyermekválogatott tagjaként is nagyon sok eredményt értél el. Azt gondolom, hogy párat azért említsünk meg. Hát én 2014-ben és 2015-ben voltam gyerekválogatott magasugrásban. 14-ben negyedik lettem 132 centivel, és 2015-ben harmadik lettem 135 centiméterrel. És az igen. Hogyan képzeled el a jövőt? Ugye nyilván azért kérdezem, mert gondolom, hogy kemény edzések vannak, és ugye sok időt áldozol a sportra. Szeretnél ezzel a jövőben is komolyabban foglalkozni? Igen, hát ameddig tudok, sportolok. Ugye a következő 4 évben a középiskolás koraimban mindenféleképpen, utána meg még eldől, még nem tudom pontosan. Mennyi időt töltenek ki az életedben az edzések? Hányszor van edzés egy héten? Hát heti 5 edzésem van, legtöbbször Miskolcon, heti 3-szor. Hát legjobb esetben, de hogyha nem úgy jönnek ki a dolgok, akkor Barcikán is vannak edzéseim, és akkor oda járok. József, Anna teljesítménye kapcsán körülbelül mi az, ami milyen jövőt lát Anna szempontjából, Anna sport teljesítménye szempontjából, illetve mi az a cél, amit kitűztek mondjuk erre az évre? Folyamatosan fejlődik Annus, hála Istennek, ez a legfontosabb, és nyilván a célunk az, hogy ezt a teljesítményt szabadtéren is meg tudja ismételni, tehát szabadtéren is esetleg a legjobbnak bizonyuljon, és hogyha ez így lesz, akkor elérhető közelségbe kerül az, hogy serdülő válogatott is legyen az év során. És akkor, hogyha jól értem, akkor a gátfutásra fognak leginkább ráfeküdni edzésteni, vagy mindenre? Igen, bár vannak, lesznek csapatbajnokságok, ahol magasugrásban, távolugrásban szintén számítunk Annára, és abban is kiemelkedően tud teljesíteni, tehát igazából azt gondolom, hogy tényleg egy sokoldalú versenyzőről van szó. Anna, itt a közeljövőben milyen versenyek várnak rád? Hát lesz a Diák Olimpia, mostanában a Diák Olimpia az összetett, illetve az egyéni. Utána meg majd lesz a nyílt pályás, vagy a bajnokság, az országos bajnokság, és ott szeretnék jól teljesíteni. Más egyéb hobbid is van, vagy csak ez, ami leginkább lekött téged? A családod is támogat, gondolom. Igen, ebben. Igen. Hát akkor nagyon nagy sikereket kívánunk neked sporttéren, és hát reméljük, hogy megint találkozunk majd egy nagyszerű eredmények kapcsán nem sokára itt a stúdióban. Köszönöm. Sok sikert. Köszönöm szépen.